Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Kezdjünk is hozzá. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé a világ halad. És mi baj van a világ haladásával? Etikátlan. Etikátlan? És azon túlmenően? Rossz irányba halad? Sok az elnyomás? Szeretetlenség. És gondoltál, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Gondoltál már arra, hogy mi várható abban az esetben, hogyha továbbiakban is errefelé halad a világ? Amilyen irányba halad? Ugye tudjátok, hogy volt már, azt mondja, hogy 6 emberiség itt a Földön, az a 7., és mind, legalábbis a legutolsó azért tűnt el a Földről, mert elkezdtek ilyen istent játszani. És nem tudom azt mennyire tudjátok, hogy ez egy ilyen kísérleti bolygó. Tehát gyakorlatilag arra hozták ezt létre, illetve arra lett kialakítva, nem arra hozták létre, de arra lett kialakítva, hogy a léleknek legyen egy olyan szintű lehetősége a fejlődésre, ami előtte a világegyetemben ilyen formában nem volt. Ez a fajta fejlődést, ezt úgy értsétek, hogy igazából mondhatjuk azt, hogy szabadon megélhet mindent, jót és rosszat egyaránt, és akkor kerülhet ki ebből a térségből, amit úgy nevezünk, hogy naprendszer vagy bolygó, föld nevezett bolygó, úgy akkor kerülhet ki egy lélek, hogyha olyan szintre felfejlődik, hogy hát képes arra, hogy jól működjön. Na most, ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy miért jött létre ez a kísérlet, mert volt annak idején ugye egyféle működés, tehát az egyféle működés az azt jelenti, hogy a teremtő által adott minta szerinti működés, az pedig ugye csak a jót és a szeretetteli dolgokat mutatta mintaként, és a lelkek nem tapasztalták meg a rosszat. És a fejlődés során, de inkább úgy mondom, hogy a évmilliók vagy évmilliárdok során pedig sok lélek meg akarta tapasztalni maga a rosszat. És ezáltal, mivel saját maguknak volt lehetőségük a rossz megtapasztalatára, tapasztalására, méghozzá úgy, hogy már addigra, mire a rosszat meg akarták tapasztalni, óriási tudással rendelkeztek, és ezáltal hatalommal is, mert tudás egyenlő hatalom, hatalom egyenlő tudás, csak ezen a bolygón működik egy kicsit másként egyébként. A világegyetemben nem működik másként, mert a bolygón úgy néz ki, hogy pénz egyenlő hatalom, vagy hatalom egyenlő pénz. Jó, tehát ez csak ezen a bolygón van így. A világegyetemben nem így működik, hanem úgy, hogy tudás egyenlő hatalom, hatalom egyenlő tudás. Tehát minél több tudása van egy léleknek, a világegyetemben, most nem a bolygóról beszélek, annál több
hatalma van, és minél több hatalma van, azért van hatalma, mert nagy tudással rendelkezik. És ugye nagy tudással rendelkező lelkek ki akarták próbálni a rosszat, az pedig elszakadáshoz vezetett a teremtő irányában. Tehát a teremtőtől való elszakadást jelentette, és ezáltal, mivel hatalmas tudású lelkekről van szó, akik kipróbálták a rosszat, ezért gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a nagy része végérvényesen elszakadt a teremtőtől, és a teremtő nem akarta ezt folyamatosan ismételni a világegyetemben, hanem az az ötlete támadt, hogy akkor létre kell hozni egy olyan két galaxist, tehát párhuzamos, hát mondhatnánk azt, hogy életet, ahol gyakorlatilag a lelkek le vannak, hát idézőjelbe butítva, és egy kontrollal elindítható a lelkek fejlődése, de úgy, hogy a kezdettől megtapasztalhatják a jót és a rosszat. Ugyanis, amíg ez a kísérlet nem volt, addig a fejlődés abból állt, hogy még egyszer mondom, a rosszat nem tapasztalták meg a lelkek, és a lelkek, ők maguk választották a rosszat. Na most itt, ha te megnézed a földi létedet, itt te akkor is megtapasztalod a rosszat, hogyha nem akarod. Na most az univerzumban ugyanis, tehát a földet most kivéve ebből az egészből, meg a másik párhuzamos világot, ahol ugyanezt a kísérletet lefolytatták, és tehát hogyha ezt megnézzük, ugye akkor itt ezen a bolygón itt kipróbálhatunk mindent, és nulla tudással elindulunk a lelki fejlődésben, megtapasztalva a rosszat, még úgy is, ha magunk nem csinálunk, vagy nem csináltunk rosszat kezdetben, tehát megtapasztalva a rosszat, elindulhat az ember, illetve nem az ember, hanem a lélek egy olyan fejlődésben, ahol ő maga akarja a jót. Tehát a földön kívüli létformákban a fejlődés azt hozta, hogy ő maguk akarják a rosszat. És ebből komoly problémák lettek, és azóta, gyakorlatilag mióta így van, nincs béke az univerzumban, és nem is tud béke lenni, mert a jónak és a rossznak az összetűzése van az univerzumban folyamatosan, rendszeresen, és ez a kísérlet ezt azt hozza, hogy a lelkek addig nem kerülhetnek ki egy fejlettebb létformába, amíg maguk nem tapasztalnak meg mindent, és maguk nem hozzák meg azt a döntést, hogy én a jó ügy mellé állok, a jó mellé állok. És ameddig egy lélek maga ezt nem jelenti ki, és nem kötelezi el magát a jó iránt, és a jó az nem nézőpont kérdése, hanem pontos szabályok által meghatározott dolog, amit mi etikának nevezünk és tanítunk. Tehát mi azért tanítjuk az embereket elsősorban, hogy bejuthassanak egy magasabb létformába. Na most ezt a magasabb létformát csak azok a lelkek érhetik el, akik
még egyszer mondom, saját maguk hoznak meg egy döntést arra vonatkozóan, hogy ők a jót képviselik, a szeretetet képviselik, a feltétel nélküli szeretetet képviselik. Ők maguk meghozzák azt a döntést, hogy nem lázadozunk, nem lustálkodunk, hanem tesszük a dolgunkat, és nem etikátlankadunk, hanem a jó és a szeretetet képviseljük, a jót és a szeretetet képviseljük. Tehát engem azért, tehát én azt választottam, azért küldtek le, hogy ezt a fajta fejlődést elindítsam a bolygón. Nem egyedül van ilyen ember, aki, tehát nem én vagyok az egyetlen, aki ezért jött le, de én vagyok az egyetlen, aki azokat a dolgokat, amiket én megéltem, megélt. Tehát más azokat a dolgokat, amit én megéltem itt a földi létben, ebben az életben, azt nem élte meg más. Na most azért csak ezzel, hogy mit éltem meg, csak annyit mondanék, hogy ugye 87-től kezdtem el emberekkel foglalkozni, és 91-től kezdtem el emberek szervezését, és azóta van saját csapatom, és azóta több dologba bele kellett kezdenünk, elsősorban kezdenem, és az én hatásomra kezdtünk bele, tehát kezdtek bele mások is abban a dologban, amiben én belekezdtem. Nem sok dologba kezdtünk bele 91 óta, de amiben belekezdtünk, annak a többsége az piacvezető lett. Na most, nem tudom, tudjátok-e, hogyha egy ember kiemelkedő eredményeket ér el, ráadásul nem is egy területen, hanem mondjuk négy területen, akkor az irigyeknek vagy gonoszoknak ez nyilván valamilyen szinten szemet szúr. Tehát azért körülnézel a bolygón, nem sok olyan egyénnel találkozhatsz, még az interneten sem, aki négy különböző területen tudott piacvezetői pozícióba felfejleszteni valamilyen tevékenységet vagy valamilyen dolgot. Hát én személyesen senki más nem ismerek, aki ezt meg tudta volna csinálni. Tehát nyilvánvaló, hogy ugye mivel ez egy ilyen kivételes dolog, ezért természetesen nem volt könnyű dolgom sose, főleg amikor már elkezdtünk afelé haladni, hogy a piacvezetői pozíció lécet rezgessük. És onnantól kezdve mindig az volt a probléma, hogy túl nagyok vagyunk. És nyilván ugye ezáltal hát mindig ugye engem próbáltak támadni. De nem erről szeretnék beszélni, mert nem ez a lényeg, csak azért, hogy megértsétek, hogyha az ember olyan dolgot csinál, amivel kiemelkedő eredményt ér el, és annak az eredménynek ő a vezetője, akkor ő a támadási felület. Jó? De evel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogyha valaki majd hallgatja, vagy nézi ezt a videót, és esetleg kedve támadna arra, hogy valamilyen formában támadást intézzen ellenem, akkor ez sokkal kevésbé ajánlatos, mint valaha. Ugyanis az, hogy amit én képviselek, és amit meg kell csinálnunk, hogy végig kell csinálnunk azt, hogy a lelkek egy sokkal gyorsabb fejlődésen végig menjenek, mint ez alatt a történelmi időszak alatt. Tehát most mondok példát, egy olyan lehetőség van számunkra, hogy több lélek felfejlődhet arra a szintre, hogy képes legyen egy magasabb létformában élni, mint együtt
az emberiség történetében eddig. Pedig ez az ember, ez az emberiség története, ez 4500 valahány éves. És a 4500 valahány év alatt nem jutott ki annyi ember a bolygóról, és jutott be egy magasabb létformába, mint most, ami lehetőségük van a lelkeknek. Ebben a következő pár évtizedben. Amit ugye úgy bontanánk föl, hogy van egy 6 éves periódus, utána van egy 9 éves periódus, utána még körülbelül egy következő 9 éves periódus. Az azt jelenti, hogy ha így megnézzük, akkor ez 99-18, meg 6-24 év, azért mondom, hogy pár évtized. Tehát a következő 24 évben több ember felfejlődhet arra a szintre ezen a bolygón, hogy egy magasabb létformába bekerüljön, mint eddig a történelem során összesen. Azért ez egy elég nagy lehetőség, nem? Gondoljátok végig. De én hiába jártatom a számot, meg koptatom, mert mindenkitől saját magától függ, és nem tőlem. Tehát mindenkinek van egy saját döntési lehetősége, úgy is tehetem mondani, hogy választási lehetősége, aközt, hogy tényleg akar egy magasabb létformába bekerülni, majd mindjárt beszélek a magasabb létformáról, vagy pedig jó, úgy ez a, ahogy vagyunk. Tehát ez a fajta élet. Jó, ez a olyan test, amelyik sérülékeny, állandóan gondozni kell. A 24 órából a nagy részt a test túlélésével, fenntartásával, boldogságával kell foglalkozni, nem? Akkor ha valami baja van ennek a testnek, akkor a figyelem rögtön arra terelődik, és másról a figyelem elterelődik. Hát gondolj arra, a beteg vagy, akkor mire figyelsz? Hát elsősorban a betegségedre. De nézd meg, ha bármi problémád van, rögtön mire figyelsz? Hát elsősorban a betegségedre. Akkor itt van benned egy olyan lélek, amely mondjuk a fény terjedésének töredéke alatt képes lenne helyet változtatni. Ami annyit jelent, hogy mondjuk, mit tudom én, fölnézel a csillagos égre, és mondjuk látod a legtávolabbi csillagot, és mondjuk pár másodpercen belül ott tudnál lenni, mint lélek. Érted? Na most ezt egy űrhajóval nem tudod megtenni. Ott az űrhajón a fizikai korlátai vannak. A léleknek nincsenek fizikai korlátai. Nincs olyan, hogy meleg. Megnézhetnéd a belülről a napot, hogy milyen. Nincs olyan, hogy hideg. A világűr az egy hideg, ami mínusz 200 valahány fok van a világűrbe. Megtapasztalhatnád nyugodtan azt is, mint lélek. És nem fáznál. Most gondold végig. Van egy szabad lelked, amely olyan mértékű teremtésre képes, ha van annyi tudása, amit most mostani fejjel a legtöbb ember el se tud képzelni. És akkor itt totál meg vagyunk elégedve a kis hétköznapi éldegélő élettel. Persze ez jó a hatalomnak, mert szolgaként szolgáljuk őket. A hatalom elhiteti, hogy neked az a jó, ha itt egy ilyen félrabszolgaként az ember működik. Persze, én ezt tudom,
De most kérdés az, hogy neked mi a jó. Nem az a lényeg, hogy a hatalomnak mi a jó, meg mit etettek meg veled, hanem az a lényeg, hogy neked mi a jó. Tehát beraktak egy olyan testbe, amiből gyakorlatilag nem tudsz akkor kilépni, amikor akarsz. Na most képzeld el, milyen jó lenne, hogy azt mondod, hogy jó, akkor hadd pihenjen az a test itt, ahol van, én meg közben, mint lélek, megnézem ezt, meg azt, amaz nem kell hozzá repülőjegy, meg valami hasonló, érted, meg vonatjegy, meg nem kell hozzá tankolni üzemanyagot, érted? De akkor nézzünk jobb dolgot ezzel kapcsolatban. Mondjuk, ki az, aki életében már valamit létrehozott, vagy teremtett? Tegye már föl a kezét. Hát minden, sok ilyen dolog volt. Nem tudom én, mondjuk megfőztél, nem? Az is egy teremtés. Mit tudom én, megvartál egy elszakadt ruhát, az is egy teremtés, nem? Tehát, vagy mit tudom én, valakinek olyan szakmája van, akkor valamit alkotott, az is egy teremtés. Na, még egyszer egy kísérletet csináljunk ebben kapcsolatban. Jó, oké. Tehát akkor mindnyájan teremtettünk, létrehoztunk, nem? És amikor teremtesz, és annak van ténylegesen egy eredménye, az milyen érzés? Jó érzés, nem? És minél nagyobb dolgot teremtesz, nem? Annál jobb érzés, nem? Így van. Ez egy alapvető dolog, ez nem a testünk függvénye, érted? Ez a lélekről szól. Tehát a lélek akkor elégedett, ha te, tehát a lelked elégedett, hogyha te teremtesz. Jó, ez innen fakad az egész. És az azt jelenti, hogy a lélek nem elég, hogy elégedett, boldog, hogyha teremtesz. Minél nagyobb dolgot teremtesz, a lélek annál boldogabb. A lelked annál boldogabb. Na most gondold végig, hogyha kicsit nagyobb dologban gondolkodnál. Tehát például, mit tudom, azt mondanánk, hogy majd egy magasabb létformában, hogy mondjuk vegyél részt egy bolygó létrehozásába. Tehát úgy, hogy ott nincs semmi, ott az űr, és te az űrben lévő energiából vegyél részt, hogy létrehozol ott egy bolygót. Nem tudom, el tudsz-e most ilyet képzelni? Elég ugye meredeknek tűnhet, de most gondolj bele akkor a te teremtésedet, vagy itt a földi teremtést ahhoz képest. Micsoda különbség? Vagy utána mondjuk már létrejött a bolygó, akkor azt mondanák, jó, hogy akkor kezdjétek el létrehozni rajta az életet. És akkor te elkezded létrehozni rajta az életet. Nem egyedül, ez egy csapatmunka. Oké? Okay. Tehát ezt a földet is így hozták létre, csapatmunkával, volt egy főnök, illetve egy főnök asszony, akire emlékszik a történelem, megemlékszik, mert ő volt a főnök, de ő nem egyedül hozta létre. Hát mit tudom én, mondjuk ugye a kutatóknak is vannak segédjeik, de hát elsősorban ugye a főnökre emlékeznek. Tehát aki annak a kutatócsoportnak volt a főnöke. De ebből a szempontból most tök mindegy, hogy ki kire emlékszik. Az a lényeg, hogy te mit hoztál létre, mit csinálsz, nem? Tehát most is nem az a lényeg, hogy te most beosztottként hoztál létre valamit, vagy főnökként hoztál létre valamit, vagy magadtól, vagy mások invitálására hoztál létre. Nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy te hoztad létre, nem? Tehát, hogy te teremtetted meg. És az ember bellévő lélek teremt, mármint az ember teremt, akkor a lélek miatt vagyunk boldogok, érezzük jól magunkat. És akkor most gondold végig, hogyha nagyobb dolgokat teremtenél. Tehát mondjuk olyan tudásod lenne, hogy mondjuk fogod és az energiát koncentrálod és létrehozod belőle az anyagot. Tehát
Tehát én nem azt mondom, hogy itt most a földi létben erre képes az ember. Hát de most gondolj bele, ide leszülettél ebbe a földi létbe, törölték a tudásodat, megmaradt a tisztán szeretet, mert ha lélekből kitörlik a tudást, akkor marad a tisztán feltétel nélküli szeretet, és tehát gyakorlatilag nulla tudással elindulva ilyeneket tanultál, hogy beszélj, meg járj, nem? Meg tudjál, mit tudom én, szociálisan viselkedni, tehát ilyeneket tanultál, nem? Tehát ezek ilyen nagyon alap dolgok. Hát most gondold végig, hogy persze, hogy egy ilyen alapszintű tudással az ember nem képes arra, hogy mondjuk az energiából anyagot hozzon létre. Tehát ez a bolygó azt a szerepet játsza, hogy mindent megtapasztalj, minden rosszat, ami csak létezik, vagy létezhet. Hogy tudjál különbséget tenni a rossz és a jó között. És ne a rosszat válaszd, érted? És ha esetleg még nem tapasztaltál meg elég sok rosszat, akkor ne csodálkozz, hogy még rossz dolgok érnek. Érted? Ne csodálkozz rajta. Mert meg kell tapasztalnod, hogy akard a jót, érted? Tehát ez nem vágy, tudod? Nem vágy, hanem egyszerűen te akard a jót. És eszedbe ne jusson a rossz, hogy azt akard. És ha rossz eszedbe jut, akkor azt gondold róla, hogy na azt nem akarom. Na most gondold végig, ugye ez a földünkön is létezett régebben, még abban a korszakban, amikor ilyen törzsi közösségben éltek a népcsoportok. Akkor létezett olyan, hogy versenyeztek egymással az emberek, és a legjobb képességűek lettek később a törzsfők. Tehát azok váltották le az előző törzsfőt, aki már ugye kiöregedett, mint legjobb képességű ember. Ez a képesség, ez mind szellemi és mind fizikai képességeket tartalmazott. És például mi egy kicsit visszamegyünk még abból az időszakban, amikor még mondjuk ilyen Árpád időszakát nézzük, de mondhatjuk azt, hogy Istvánig. Igazából a mi működésünk az egy az egybe így működött, tehát azok voltak a vezetők, akik a legjobb képességekkel rendelkeztek. És ez úgy működött, hogy nem attól volt valaki hatalmon, mert ő neki volt a legnagyobb vagyona, vagy nem azért lett ő a hatalom csúcsán lévő ember, mert mondjuk az apja az a legnagyobb vagyonú valaki volt, és ő neki lett a fia. Tehát ez nem így működött, hanem ez úgy működött, hogy minél több tudással vagy képességgel rendelkezett valaki, a hierarchiában annál feljebb volt. Hiszen olyan, hogy pénzt nem is nagyon használtak, hát ha megnézed, még a múlt században is nagyon sokszor cserét használtak, főleg vidéken, és nem pénzt. És ugye ez azért mondom, mert a világegyetemben ez így működik.
Tehát az van, az rendelkezik nagyobb befolyással, aki több tudással és több képességgel rendelkezik. Minél több tudással és képességgel rendelkezik egy lélek, annál nagyobb hatalma van. Világos ez? Tehát ez jó, ha előre tudjuk, hogy ez így van. Tehát nincs olyan, hogy pénzbeli képesség. Tudásbeli képesség van. És a hatalmat nem lehet a legtöbb esetben fegyverrel elvenni, mert a lélekre nem hat a fegyver. Tehát egy léleknek nem számít az atomrobbanás, vagy a lézerfegyver. A lélek ezeket simán túléli. Két lélek párharcában a tudás általi mentális képességek jelentenek győzelmet. Minél magasabb egy léleknek a tudása általi mentális képessége, annál inkább le tudja győzni a másikat. Ez a legyőzés azt jelenti, hogy átveszi az irányítást a gondolatai felett. Ez ezt jelenti. Oké? Jó, tehát ezt. És a világegyetemben a harc, amikor ugye a lelkek harcolnak egymással, akkor az mentális harc, és nem fegyveres harc. Tehát ezért, amikor például egy test meghal, egy földi ember meghal, akkor a lelke nem hal meg, hanem él tovább, csak mivel egy kísérletben veszünk részt, a lelked engedély nélkül nem hagyhatja el ezt a bolygót. És ez a bolygó, amikor elhagyja egy lélek ezt a bolygót, akkor is kísérettel megy tovább a Föld, hát mondjuk légkörén túl kísérettel megy tovább. Tehát az azt jelenti, hogy nem szabadon bolyong a Föld légkörén túl. Pont azért, mert nincs tudása és tapasztalata. Ez ugyanolyan, mint hogyha a gyereket, mondjuk főleg egy vidéki gyereket fölhoznának Pestre, és akkor azt mondanak, jó, akkor menjél, szaladgálj szabadon. Képzeld, mi lenne vele? Nem sokáig jutna el a gyerek, az biztos. Baleset nélkül. Tehát ugye a világegyetemben vannak ilyen nevek, akikre ugye biztos, hogy emlékszel, ilyen mitológiai vagy vallási. Tehát például olyan, hogy Isten, jó Isten, nem? Vagy teremtő Isten, és akkor hallani ilyen neveket, hogy ördög, vagy Lucifer, vagy Sátán, nem? Ilyeneket hallasz. Tehát van kettő teljesen ellentétes lény, amelynek a neve majdnem megegyezik, de mégis az egyik a jót képviseli, a másik pedig a rosszat képviseli. És az a rossz, a gonosz, az gyakorlatilag elszakadt Isten országától. Na most. Tehát amikor Istenről beszélünk, akkor kimondtunk egy nevet.
ami egyetlen lényre vonatkozik. Tehát egyetlen lényre. Csak keveredés van ebben a kérdésben, mert a Földön kívüli Istenhez hasonló lényeket is Istennek nevezünk. Jó, akkor megmutatom, mire gondolok, hogy értsétek. De látom, most nem értitek. Azt mondja, hogy egy pillanat. Itt van. Jó, nem látjátok? Akkor ezt becsukjuk. Ezt becsukjuk, és utána majd megnyitom. Jó, és akkor mindjárt látjátok. Jó. Tehát van egy nevünk, a gonosz megtestesítője, a fő gonosz. Jó, azt úgy hívják, hogy Sátán. Jó, tehát Sátán. Mi így nevezzük, magyarok. Van benne egy olyan, hogy STN. Jó? Tehát ez egy név. Az, hogy Sátán, az egy név. Jó? Ugye tudjuk, hogy mi régen úgy írtuk hát nem betűket, hanem róttuk a... Róttunk rovásírás, hogy ugye kezdetben nem írtuk a magánhangzókat, csak a másalhangzókat. És van egy másik elnevezés, amelyik megint egy név. Jó? Jó, tehát ezt úgy hívják, hogy Isten. Ezt megint megnézed, STN. Tehát ez egy név. Tehát az Isten, ezért mondják, hogy az Istennek nincs neve, de az Istennek az a neve, hogy Isten. Világos ez? Na most, minden más lény, amely istenszerű működést produkál, az nem Isten, mert az egy név. Érted? Lehet úgy mondani, hogy vannak olyan nevű emberek, hogy ember. Az a neve, hogy Ember Péter mondjuk, vagy Ember Lajos, vagy Ember Zsuzsanna. Van ilyen nevű? Oké? De, tehát ez így működik, hogy, na akkor most mondok konkrét példát, hogy lássátok. Hogy keletkeztünk mi magyarok? Mi magyarok úgy keletkeztünk, hogy 170-ben, tehát Krisztus után 170-ben egy magyar nevezetű törzsfő fia létrehozott egy másik törzset. Tehát kivált egy törzsből, és létrehozott egy másik törzset. És ő lett a törzsfője annak a törzsnek. És mivel magyarnak hívták a törzsfőt, ezért a környezetében lévő törzsek úgy kezdték szólítani azt a törzset, hogy a magyarok. És onnantól kezdve ebből a törzsből lett a magyar nép. Oké? Tehát ugye volt egy név, hogy Isten, ugye mint a törzsnél a magyar, és azért, mert olyanszerű működést produkáltak a lelkek, mint az Isten működése, ezért ugye a többi lélekre is elkezdték rámondani, hogy Isten vagy Istenek, magyar vagy magyarok. Oké? Tehát ezért nevezzük úgy a többi Istent is, például mit tudom én, Allah, vagy Síva,
stb. Stb. Isteneknek. De igazából az Isten az egy név, és a teremtő Istennek a neve. Világos ez? Na most az istenszerű működés az tényleg istenszerű működés, azzal a különbséggel, hogy a többi Isten az már nem tudott lelket létrehozni. Tehát ugyanis minden teremtett, kivétel a bennünk lévő lélek. Ugyanis a bennünk lévő lélek az nem teremtett, hanem az létrehozott. Méghozzá leginkább ahhoz hasonlítható, amikor egy sejt osztódik, csak azzal a különbséggel, hogy az osztódott sejt is tovább tud osztódni. Na most a lelkek nem tudtak tovább osztódni, az osztódás az addig tartott, ameddig megosztotta a teremtő Isten saját magát. Világos ez? Tehát lényeg az, hogy ugye két nagy ellenlábas van a világban, a sátán és az Isten. Most eleve ugye szokták mondani, hogy miért nem pusztítja el az Isten a sátánt. Hát nem is tudja. Lelket nem lehet elpusztítani. Tehát egy lélek, amelyiket őt létrehozott, az nem tudja elpusztítani. Az gyakorlatilag halhatatlan. Tehát egy lélek halhatatlan. Azt lehet fogságba ejteni, mint ahogy itt a Földön fogságba vagyunk ejtve, de nem lehet elpusztítani. Világos ez? Tehát a bolygón lévő lelkek jó része az nem túl öreg lélek, nem túl öreg, és azért van itt, hogy megélje a rosszat. És ne tegye azt, mint amit mondjuk a sátán csinált, vagy ne tegye azt, amit mondjuk Lucifer csinált, meg az őt követő, ugye nagyon magas fejlettségű lelkek, hogy meg akarták tapasztalni a rosszat a jó megtapasztalása után. Ezért fogták és megváltoztatták a sorrendet, hogy tapasztald meg a rosszat, hogy akard a jót. Világos ez? Na most, tehát te mikor a rosszat megtapasztalod, akkor mit csinálsz a rosszal? Próbálod magadtól elutasítani, nem? És minden bajod van tőle. Közben a rossz megtapasztalása, érted, van? A te lelki fejlődésedért van. Azért, hogy te a jót akart. Világos ez? Tehát tudd azt, hogy mit nem akarsz, és ugye nagyon egyszerű a jót akarni, mert megnézed, mi a rossz, és annak az ellentétét kell akarni, nem? És az csak jó lehet, semmi más. Világos ez? Tehát mi emberek, hát itt egy kísérletben részt veszünk, de hát most egy kérdés van, hogy benne akarsz ragadni ebbe a kísérletbe, és nem akarsz ebből a kísérletből kiszabadulni, hát vagy itt akarsz, vagy ki akarsz belőle szabadulni, tehát nem akarsz itt maradni, és vissza akarsz térni abba a létformába, amely az Isten országának lehetne nevezni, de én igazából nem Isten országának nevezném, hanem Isten világának. Tehát visszatérni Isten világába, ebből a
bezárt életformából. Tehát ugye be vagy zárva a testedbe. Ezen túlmenően be vagyunk zárva ebbe a bolygó légkörébe. Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudunk a légkörből kimenni. Tehát ezért tudnak ilyen szondákat kiküldeni, mert az csak egy gép, az nem lélek, hát nincs benne lélek. Hát ezért nem tudnak beleültetni egy embert, és mondjuk elküldeni a Marsra. De egy gépet el lehet küldeni, mert az nem lélek. Érthető? Tehát mi azzal foglalkozunk, hogy az embereket felfejlesszük arra a tudatossági szintre, ahol képessé válnak arra, hogy bekerüljenek egy átmeneti korba. Tehát eljutassuk a tudást, nem elég a tudás, gyakorlás is kell. Tehát hiába van egy elmélet, sok mindent tanultál elméletben már az életed során, aztán kitörölheted vele azt, ha nem tudtad jól gyakorolni. Oké? Tehát szüksége van az embernek ember és életismeretre. Arra, hogy képes legyen problémákat megelőzni. Képes legyen megoldani, vagy más segítségére lenni ezekben. Képes legyen célokat megvalósítani. Képes legyen az együttműködésre. Képes legyen a feltétel nélküli szeretetre. Tudjátok, mi nincs vizem? Az elmaradt. Hagyd nyitva, hogy halljad közben. Köszönöm. Tehát feltétel nélküli szeretetre. Képesek legyünk arra, hogy bekerüljünk az aranykorba. Az aranykor azt jelenti, hogy olyan emberek vannak az aranykorban, akik megtanulták azt, hogy hogyan éljenek közösségi, olyan közösségi formában, ahol képesek az együttműködésre. Képesek arra, hogy köszönöm szépen, ne nyomják el egymást. Ha el akarnak érni valamit. Akkor ne úgy akarjanak elérni, hogy a másikat elnyomják. Mert most nézzük a mai társadalomban, mikor egy embernek nincs tudása, úgy akarja elérni, hogy a másik azt tegye, amit ő akar, hogy a másikat nyíltan vagy rejtetten elnyomja. Nyíltan vagy rejtettem. Tudod, melyik a nyílt elnyomás, mikor leugatja a fejét? Tudod, mi a rejtett elnyomás? Amikor a másik személynél áskálódik ellene. Így van, furkálódik. Így van, pontosan. És nézd meg, a tudatlan emberek ezt a két módszert használják alapvetően arra, hogy elérjék, hogy a másik azt tegye, amit ő szeretne. Na most ez teljesen, hát ilyen ösztönös állati működés. Nézd meg! Az állatvilágban ez pontosan így működik. Jó, ott rejtett ellenségesség az nem igazán van, ott nyílt ellenségesség van,
Ami azt jelenti, hogy az erősebb kutya él nem életet. Ugye? Lényeg az, hogy fogják, és amelyik erősebb, az megveri a gyengébbet. Szó szerint. Na most az emberek már nem annyira verekedősek, mert a törvény tiltja, ugye? Hanem azt csinálják, hogy hangba ki az erősebb, tudod? Így van, kinek van erősebb hangja, és ki bírja tovább hanggal. De ezt úgy hívják, hogy elnyomás. Ez ilyen állatszerű működés. Tehát én nem gondolom azt, hogy bárki azt gondolná, hogy ez lenne a normális működésünk. Nem? Tehát, hogy az embernek csak ennyi esze van, hogy vagy rejtetten, vagy nyíltan ráerőszakolja az akaratát más személyekre. Hát én nem úgy gondolom, hogy az embernek csak ennyi esze van. Én úgy gondolom, hogy az ember képes használni az eszét, és használni a tudását, használni a tapasztalatát, és azon keresztül elérni, hogy egy másik személy azt tegye, amit ő szeretne. De, ennek van egy de része. És itt volt a jó-rossz az előbb kirakva, emlékeztek? Ha az ember nem tudja, hogy mi a jó és a rossz közt a különbség, és nem tudja, hogy az embereknek is mi a jó és mi a rossz, akkor esetlegesen az ember akarhat olyat elérni másoknál, ami nekik nem is jó. Ezért feltétlenül fontos, hogy az ember ismeri azokat a szabályokat, hogy olyat ne akarjon elérni másoknál, ami rossz, és nem mások javát, hanem mások kárát okozza. És ha ezeket mind az ember ismerné és használná, meg természetesen még sok egyéb más dolgot, mert csak ott kezdődik a dolog, hogy mondjuk jól kommunikálni, kellene kommunikálni, vagy ott folytatódik, hogy ismernünk kellene saját magunkat, meg a más emberek működését, nem? Tehát ami azt jelenti, hogy nem csak azt kellene tudnunk, hogy mi a jó és a rossz közt a különbség, hanem számos olyan dolog van, aminek tudni kellene a részleteit és a módszereit, és tudjuk ezeket használni. Na most gondolj bele, hogy életedben mit tudtál gyorsabban jól csinálni, hogyha mondjuk magad kellett kikísérletezni, és eljutni oda, hogy jól csináld, vagy láttad valakitől, megmutattad, megmutatta, lemásoltad, és elkezdted rögtön jól csinálni. Melyik volt a gyorsabb? Az utóbbi. Tehát lehetne úgy fejlődni, érted, hogy hát szenvedjünk mindent meg, éljünk meg magunk minden szenvedést, vagy lehetne esetleg úgy fejlődni, hogy van, aki azt már tudja, amit még te nem, és megmutatja, hogy mit csinál, és te meg egyszerűen csak azt csinálod. És nem kell kikísérletezni. Tehát ez egy lényeges, gyorsabb fejlődés, lényegesen gyorsabb fejlődés, mint ha mindent mindenkinek ki kellene kísérletezni. Tehát nem véletlen az,
hogy nekem azokat kellett megélnem, amiket megéltem. De neked nem kell már azokat megélned, amiket én megéltem. Én tudok segíteni, és tudtam sok embernek már segíteni, és ők is tudnak nektek tovább segíteni abban, hogy azokat a dolgokat ne kell neked is megélni, amire már tudjuk, hogy mi a tapasztalat, és mi a jó, és mi a rossz benne. És hogy ne a rosszat csináld, hanem a jót. Ne a nehezet csináld, hanem ami könnyebb, inkább azt csináld. Ezért ugye van egy közösség, amely hát ilyen világviszonylatban ezen a területen, ahol működünk, teljesen egyedülálló. Mert itt minden tanulónak lehet saját csapata. Ez egy teljesen egyedülálló dolog. Tehát nem csak nekem, aki ezt az egészet létrehozta, hanem mindnyájan, akik itt tanultak, létre tudtok hozni egy saját csapatot segítséggel. És ezáltal, hogy csapatban tevékenykedünk, nem kell mindenkinek megélni minden élethelyzetet, mert a csapatban lévő emberek élethelyzeteiből is tanulunk. És azokat a tapasztalatokat is, amit nem közvetlenül mi éltünk meg, de rálátásunk van azokra az eseményekre, tudjuk átadni, mint tapasztalat az embereknek. Ezáltal sokkal intenzívebb fejlődést tudnak az emberek elérni, mert nem kell nekik saját maguk mindent, hogy megtapasztaljanak. Most gondolj bele, a világban eddig azok fejlődhettek fel arra szintre, hogy kikerüljenek a földi létből, és bekerülhessenek egy magasabb szintű létformába, akik maguk megélték azokat a tapasztalatokat, hogy eljussanak oda, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, és feltétel nélkül szeretetet tudjanak működtetni. Na most, ehhez legtöbb embernek egy élet nem volt elég. De most azáltal ez lerövidül, hogy te neked lehet egy saját csapatod. És benne vagy egy csapatban. Érted? Tehát neked lehet saját csapatod, de te egyben benne vagy a csapatoddal egy nagyobb csapatban. De most ilyen a Föld történetében, szellemi, spirituális fejlődés területén nem volt még. Bolygószinten. Ez egy teljesen egyedüli, egyedülálló dolog. És ezáltal mondjuk másnak a szellemi fejlődéséhez kellett mondjuk 80 év, te meg tudod ugyanazt csinálni mondjuk 9 év alatt. Ezért ez lényeges különbség. Mondod végig. Jó, tehát egy csodálatos dolgot végzünk, kiszabadítjuk az embert, az emberi lelket a test börtönéből. Ez a feladat. Ezt csináljuk. Ennek egy átmeneti időszaka az aranykor, és utána pedig bejutás Isten világába. Oké? Na most, de hogy képzeljétek el ezt az egészet? Úgy, hogy hetente kétszer vannak képzések. Szerdán és vasárnap. Szerdán 18 órától, negyed 10-ig. Utána szokott lenni ilyen PPH klubnak nevezett, ilyen kérdezgetős, válaszolós, ilyen kis klubszerű működés. Ahol szintén szokott lenni eléggé hasznos információk.
vasárnap ez 15 órától 4 hétig van, majd a PPA klub utána következik. Egy havi képzésünk az 4 vagy 5 hét, attól függ. Tehát egy évben 12 nagy témát, tehát 12 ilyen 4 vagy 5 hetes turnusunk van, intervallumunk van, tehát egy évben. A jelenlegi tudást az 36 hónap alatt adjuk át, de azért elmondanám, hogy ez a tudás folyamatosan bővül. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy mondjuk 36 hónap alatt végzett, akkor óriási tévedésben él. A 36 hónap alatt 24 nagy témát dolgozunk fel. Vannak témák, amelyik egy hónaposak, van amelyik kettő, van amelyik 3 hónapos. Egy hónap képzésnek az értéke az 150 ezer forint. Vagy annak megfelelő valuta. Ha valaki kedvezményesen akarja ezt igénybe venni, van rá lehetőség, az azt jelenti, hogy az első hónap az 40 ezer forint, a második hónaptól 20 ezer forint. És akik viszont akciósan szeretnék igénybe venni, magyarul nem húzzák, vonják az időt, mert az idő visszafelé ketyeg. Tehát ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb az időnk. Azok kapnak egy akciós árat. Az első hónap a 30 óra képzés az 19.700 forint, és a második hónaptól pedig árgaranciával 3 évre 9.800 forint. Ez elég nagy kedvezmény. Tehát ilyen típusú, vagy ehhez hasonló képzéseket sehol a bolygón nem kapsz. Hát sehol máshol. Ráadásul még egy szakmát is adunk hozzá ez az egészhez, ezt úgy hívják, hogy coach. És 4 coach területen osztunk ki 9 havonta bizonyítványt, és a legvégén egy általános coach diplomát. De ez egy teljesen egyedi coach képzés. Én dolgoztam ki, és sok benne a spirituális dolog. Na most, hát eddig erről kevesebbet beszéltem, erről a szóról, mert sokan ezt a szót félreértik. Tehát gyakorlatilag a szellemi fejlődésünket mondanám spirituális fejlődésnek. Tehát mi emberek azt a szellemi fejlődést kell, hogy megéljük, hogy erről az alsó szintről, túlélés biztonság szintje, felemelkedjünk a küldetés beteljesülés szintjére. Aranykorba az juthat be, aki a küldetés szintjére felfejleszti magát, és az jut be az Isten világába, aki utána felfejleszti magát a beteljesülés szintjére. Tehát ami annyit jelent, hogy itt látjátok, van egy, hogy saját csapat nélkül nem lehet, ezen a 3 szinten, illetve a 2 szinten, a 4-es, 5-ös szinten, az elismerés és az önmegvalósítás szintjén nem tudsz tovább lépni saját csapat nélkül. Nem kényszer a saját csapat. Nem. Lehetőség. Ugyanis akinek van saját csapata,
az meg tudja oldani, hogy kikerüljön a szolgalétből. Mit jelent a szolgalét? A szolgalét az, hogy nem tőled függ a tevékenységed, hanem attól függ, aki, tehát hogyha alkalmazott vagy, aki neked munkát ad, a munkaadód. Ha pedig hagyományos vállalkozó vagy, akkor pedig a vevők. Tehát a, mondják is a vállalkozók, hogy a vevőket szolgáljuk ki. Hát az egy szolgalét. Tehát a szolgalétből úgy lehet kikerülni, hogy az ember olyan dologgal foglalkozik, ami az embereknek kell, amire az embereknek szükségük van. Tehát a lelkünk azért tartózkodik ebben a testben és ezen a bolygón, hogy fejlődjön. Ez a léleknek, az embernek kötelessége lenne. De van szabad akarat, és lehet azt választani, hogy nem fejlődök, akkor nem jutsz be az aranykorba, és nem jutsz be Isten világába. Semmi gond nincs ezzel, marad ez a szolgaléted. Hát ha neked jó szolgálnak lenni, akkor legyél szolga. De az a te döntésed, a te akaratod. Tehát ebből a szolgalétből egyetlen formában lehet kikerülni, hogyha létrehozol egy olyan csapatot, akik fel akarnak fejlődni ide. És te ott nem beosztott leszel, vagy alkalmazott, nem is főnök, hanem egy minta, egy példa. Akár azt mondva, hogy példakép. Egy olyan ember, akit követnek. Nem kötelező. Ez egy lehetőség. Egy olyan ember, akire felnéznek. Nem kötelező. Egy lehetőség. Hasonlítsd össze a szolgaléttel. Biztos nagyon fölnéznek rád. Biztos tisztelnek, nem? Biztos követnek, nem? Biztos példakép vagy, mint minta vagy, nem? Hát szerintem egyik se. Akkor gondold végig, hogy melyik a jobb lét. Hát nem a jobb létre szendre ülés, tudod? Melyik a jobb lét? Hát nyilván az, ahol példa lehetsz, minta lehetsz, példakép lehetsz, ahol követnek emberek, nem? Ahol te oszthatod be az idődet, ahol nincs főnök, nincs beosztott. Ahol olyan emberekkel működhetsz együtt, akiket szeretsz. Érted? Te válogathatod meg az embereidet. Hát ez a munkahelye nem egészen így van. Nem te válogatod meg a kollégáidat. Ha vállalkozó vagy, akkor az alkalmazottadat megválogathatod, de hát nem tudom hány jó alkalmazottal találkoztál már életed során, a vállalkozó vagy. Olyannal, akikkel maximálisan elégedett voltál. Biztos, hogy vannak ilyenek, csak nem sok. Hát gondold végig, olyan tevékenységet végezni, ahol te vagy a tevékenységed tulajdonosa, és nem más. Ahol nem mástól függnek a dolgok, hanem tőled. Érted?
ahol nincs az, hogy na ez is milyen hülye, meg az is, na ez se csinálta meg, meg az se. Érted? Mert tőled függnek a dolgok. Tehát ilyen eddig a történelem során nem létezett. Hála Istennek, hogy egy ilyenben van lehetőségünk részt venni. Hát ennyi fért bele az első részbe. A második rész az hatékonyságról fog szólni. Hogy hatékony legyél. És ezt coachképzés keretein belül fogjuk megtenni. Mi az, hogy coach? Azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. Tehát a coach, amikor dolgozik, képes kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Ez a hatékonyság coachképzés, ez teljesen új. Én képzéseket tartok 93 óta, hatékonyság képzést még sose tartottam. És nemrég kezdtük, mert szerdán kezdtük. És ez egy hónapos képzés. És elég fontos témákat ölel fel, vagy ölel át ez a témakör, mint hogy hatékonyság. Hát gondold végig, lehet az életben az ember hatékony? Hát vagy nem az? Hát melyik a jobb? Ugye nem kérdés. Tehát például ma olvastam valakinek a levelét, hogy hát ő már végig csinálta a képzést, és most azon gondolkodik, hát hogy minek csinálja tovább. Hát eleve ott kezdődik, hogy a hatékonyságképzés sose volt. És második ott folytatódik, hogy nem véletlenül van valaki itt. Itt van. Akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létben, mert az aranykor létrehozásában részt kell venni. Aki ezt nem teszi, az nem éli meg, nem éli meg az aranykor. Tehát lehet az aranykor részvételében részt venni úgy, máshol, hogy az ember kap valami elméleti információkat. De én még embert nem láttam, aki csapat nélkül nagyot tudott volna fejlődni. Drága barátaim, még Jézusnak is volt csapata. Oké? Okay. Buddhának is, mindenki, Mohamednek is, mindenkinek van, volt csapata. Tehát saját csapata. Ha egy ember fejlődni akar, saját csapat nélkül csak egy szintig tud felfejlődni. Megmutatom, hogy hováig tud felfejlődni. Hármas, valahova tartozás szintjéig tud felfejlődni az ember saját csapat nélkül. Tehát az, hogy benne van az ember egy csapatban, egy másik embernek a csapatában, az édes kevés, az csak harmadik lelki szint. De nem a harmadik lelki szinten lehet feljutni az aranykorba, hanem a hatodik lelki szinten. Az pedig saját csapat nélkül lehetetlen. Oké? Okay? Független attól, hogy ki mit képzel ezzel kapcsolatban. Ez nem képzelő erő kérdés, ez ténykérdés. Jó? Tehát hiába mondja valaki azt magáról, hát én szuper vagyok, én képes vagyok arra, hogy magamtól felfejlődjek a hatodik lelki szintre. Senki nem képes rá. Tehát aki meg tudta csinálni a bolygó történetében, mind azért csinálta meg, mert volt
saját szervezésű csapata. Világos ez? Tehát anélkül csak a harmadik lelki szintre tud feljutni az ember, ami azt jelenti, hogy ő nem fog bekerülni az aranykorba. És marad ebben a reinkarnációs körfolyamatban. Hú, de szuper dolog. És megéli a jó kis karmáit. Az is nagyon szuper. Biztos szeretitek a karmákat, nem? No, 20 perc szünet után hatékonyság coachképzésünk lesz. Jó szünetet kívánok mindenkinek, és további jó tanulást. Szeretlek benneteket, sziasztok!